Rama, rama, ma. Sziasztok! Ez itt az második unboxing videónk a csatornán, ami az előzőhez hasonlóan nem lesz hagyományos, mivel itt vagyok a csomaggal, ahol megvettem, mögöttem a Mömbelixbe, mégpedig egy Speedy Racer főnök széket, mert már fájt a hátam a régi székemen. És úgy döntöttem, ez egy Survivor unboxing lesz, mivel saját kezülök fogom elvinni a csomagot a Mömbelix-től a Colinkig. A szám már le van fagyva, mivel azt is jelzi, hogy mínusz 60. Ezért is inkább a Survivor jellege a videónknak, és végig fogok így hunyorítani, mert a nap pont a szemembe süt. Itt vagyok a buszmegállóba, úgyhogy már csak várni kell arra, hogy ezt a csomagot elszállítsam. Már itt oldalt be is vágta a madzag, amit kértem, nem látni? A madzag bevágta oldalt a csomagot. De szerencsére most itt az Ocean előtt vagyok, nem hideg. A levegő, mint amennyire a Mövelix előtt volt, azért jöttem át ide. Úgyhogy ez egy tényleg ilyen Survivor unboxing lesz. És a szerencsémhez illően nekistem a buszt is. Úgyhogy most várnom kell 20 percet mínusz 6 fokba egy csomaggal az Ocean előtt. Majd a buszról jelentkezem, de miután át kell szállnom egy másikra, mire kiviszem a kolóig. És még ki kell csomagolni, meg ilyenek, úgyhogy valószínűleg leállítom most a kamerát, és ha az első küldetést teljesítettem, az évsőgre felszállom a buszra, akkor jelentkezek újra. Vajon el tudom szállítani? Nem fog lefagyni a kezem, mert most már egy kamerát tartom, hogy lefagy a kezem. De úgy jó képet csinál a telefon. Na, itt vagyunk már a buszon is, a csomaggal együtt. Épségbe, meg a csomagról annyit tudni kell, hogy 16 kiló, hát én ezt együtt fogom visszavinni a koliba úgy, hogy most elmegyek a 44-es busszal, a Tapolci állágazásig, ott pedig a 2-es busszal, a Tapolcára. Úgyhogy szurkoljatok, hogy addig is kibírjam, és legyen erőm még összeszerelni a végén a Speedy Race főnök széket, amit a Mömbelixbe vettem. Csak azért mondom, ameddig fel tudjátok keresni az oldalt, hogy hogy néz ki, ami nem látjátok, csak a dobozt. Múltkor kevés hangsúlyt feltettem a dobozra, azt mondták, az unboxingba, úgyhogy most végig a boxról fogok beszélni, a csomagról. Ugye milyen jó? De még egyszer! Innen is. Na, le is szálltam a buszról, és most viszem a csomagot a következő busz megállóba, ami ott van a Zebra túloldalán. Addig még beszélek nektek, írjátok le kommentbe addig. Nem, ez nem élőadás, várjatok. Akkor most nem tudom, valamit csináljátok addig. Most észrevették biztos a sapkámat, hogy milyen jó. Jó, bár anyu meg azt mondta, hogy nem jó. Meg többiek is. De szerintem ilyen 90-es évekbeli fekás sapka. Most megint a rapa szemembe süt, hunyorítok végig. Istenem! Na? Ott megy a buszom. Istenem! A szemem előtt megy el a buszom. Nézitek? Látni? Ott van a másik oldalt. És piros van, nem fogom elérni. Inkább lerakom, mert most szomorú vagyok. Én sikeres leszálltam a másik buszról is, amelyet 17 perc várakozott, aztán felszálltam. És már csak ilyen kb. 5-6 percre van a kollégium, és végre kimondhatom ezt a 16 kilos csomagot, amiben benne van a Speedy Racing Gaming szék, vagy valami ilyesmi. Nem tudom, csináltak mi országon ilyen unboxingot, hogy mínusz 6 fokba elmentek, és másfél órát buszoztak, hogy elhozzák csak a dobozt, a boxot. Már nem tudom, hogy mások, nem nézek más magyar YouTube-osokat annyira ilyen unboxingba, de szerintem ilyet nem csináltak. Mert normálisak lehet azért. Na mindegy, majd nem sokára jelentkezek a koliból, és már szerintem bontom akkor a dobozt. Ti itt vagytok? Azt hittek, hogy egyből kezdem. Először kajálok, hát 2 órát a hidegbe hoztam azt a nagy dobozt. Azt ne kajáljak egyből, forgassam a videót, mit hittek? Na majd kibontom én később, azt feljöttük kajálni. Jó szecsuálni. Na, végre itt vagyunk az unboxingnak azon a részen, hogy kibontjuk a csomagot, ezt már sokan várták. Ez a hagyományos része egy ilyen videóknak, mert ami eddig volt, az nem volt az. Az egy Survivor rész dolog volt. Dani, nyomjuk! Daninak az arcán láttam, hogy ne dumálj ennyit, vágjuk. Dani ezek ezért mondtam a múltkor, hogy ezeket szereti kibontani. Ó, mint egy orvos a szikével úgy felvágja a doboznak a... Nem is látják a dobozt. Akkor én rátekerek a dobozra, figyeld! Már az utolsó úgy vágom föl, hogy pont lássák, hogy amikor... Ez is benne lesz, nem mondtam. Nem kell, én meg a madzagot.
ahogy szokták mondani, milyen... De jó, ugye a széket vágtak szét. Ezt tudom, hangoltam én is végig, hogy a széket nem vágja szét. Igen. Tudják egyetlen, mi van benne? Igen, mondtam végig, hogy ez Speedy Race Gaming főnök szék, vagy nem tudom, mi a neve pontosabban. Milyen mondok pár adatot. 120 kg a teherbírása. Azt hiszem, 120 kg a szék. A szék azon mondtam 16 kg. Wow. Ezek a karfák. Ez egy karfa, de nem látjátok. Ez egy karfa. Amúgy itt én egyet. Jól benne vagy. Szerintem. Itt van egy karfa. Igen, így néz ki. Ez a karfája. Te tapajtasz össze. Mit takarítunk össze? De féked! De a mi videónk. Lehet, hogy majd itt lesz egy kis tekerés, mert biztos nem tudjuk egy perc alatt összeszedni, plusz nem szerszám sincsen nálunk. Van nálad... Imbusz kulcs? Akármilyen kulcs van nálam. Tudom, be tudjátok indítani a nélkül is. És itt van! Zöld színben van benne az ilyen díszek. Kék is volt, de nekem zöld a kedvenc színem, úgyhogy... A csomagolás az egy, nem nagyon extra csomagolás, egy kartonozott szacsokban. Semmilyen extra. Ez a hidraulikát szerintem. Igen, igen. Itt az ulés. Igen, itt van a... Hogy kell összerakni? Assemble instruction. Assemble. Instruction. A billegést, ez nem a hidraulika, ez csak a billegést állítom. És ez ennyi. Ennyi, amúgy nem sok van benne, úgyhogy ennyi volt az unboxing. Része, igen, amit előttem. Nem olyan sok minden van benne. Ezt tudod én is teszem, hogy lássátok, hogy mit csinál Lücsi. Hát azt látják, hogy bénáskodom. Szokásos. Levettem a ruhát a gyerekről. Szerintem kicsit oda viszem, hogy nézzük meg. Jaj, nézzük meg a darabkákat. Nézzük meg, hogy néz ki maga a szék. Ez pont Daninak a része. Így vannak a darabok. Itt van az alja, tehát itt van az alja, itt pedig a hátulja, itt a laptopon, meg a kertfok, igen. Igen, az a laptopon, hogy bemutatja ezt később. Itt a laptopom. Ez egy játékeger, amivel a LOL-ba szokott játszani, bronz 4. Itt pedig a karfa. Ez amúgy, ha megvágnánk ezt, tudod, hogy lenne jó, hogy szépen ezek külön-külön meg lennének vágva. Tudod, beszéljünk a karfáról, akkor bevágod a képet. Jól. Én nem fogok így külön beszélgetni. Jó, ott vannak a görgők, még itt a hidraulika, meg az alja. Nagyjából ennyi lesz, most kicsit lerakom a kamerát és összeszedjük, igen. És ezt akartam mondani. Ezt se fogom megvágni, nem izé, egybe végig megy. Ne, nincs benne az arcod, se nyugi. Azért, ezt se fogom megvágni, mint az előzőt. Most pedig nézitek, ahogy összeszereljük ezt. Amit már mondtam az előző unboxing videókban, az én kézügyességem az ilyen dolgoknál... Szar. Dani csúnyán beszélt, vigyázz a nyelvedre, én vagyok Amerikapitánia. Language please. És akkor kezdjük. Hát ez, nézzük. Tervrajzot. Nem tudom, látjátok-e? Így. Csak szólok, hogy ebből nem fogsz itt beletekerni. Minden rajongunk odébb áll. Aha, jön. Nem mondj ilyeneket, mi szeretjük a rajongóinkat. Nagyon kulcs kell belejtni, csak ilyen nem gondolom. Üdvözlöm a fényt. Szerintem azt mondom. Jó lesz be? Ha nem, akkor nincs más. Én ezt lelakom meg, hogy ez a végén. Mondom, itt a tervrajz. Először megfogjuk a D-t, és berakjuk a C-be. Jó. Ezt kimondjuk őket. Jó, ez a végén itt szabad. Lehet, srácok, itt tekerni fogok tényleg, mert ez nagyon sok idő. We'll be right back.
ki, úgy néz ki, ahogy a képen. Jó. Ülj bele. Na? Húzd fel. Hát te tudod billenteni? Na igen, van egy külön funkció neki. Tudom. Nekem is ilyen billenőszéken van. Hol van? Az a kar. A kar. Fel meg le. Kell húzni oda. Úgy. Be. Hm? Hány kilói van? 120. Opa, nem ez. Van ki, meg be. Mert? Most nem lehet. Így érzed, most tudod. Hát jó, annyira nem, de ennyi. Az nekem pont elég. Sziasztok, srácok! Készlettünk a székkel, ahogy az előbb is láthattátok. Igen, két mérnöknek ez megvolt. Hány perc alatt? Nem tudom, hogy 15 perc. De jó, de kell neki annyi idő, de semmi... De szerintünk nagyon egyszerű volt összerakni, utasításszerűen követünk mindent. Van hozzá mindent, adnak. És meglepődtünk mi is, hogy egyből működik. Igen, a másik dolog, amiket még nem tudtok, hogy a keménység, meg puha, tartja a derekat, tehát ez például nagyon jó, főleg, hogyha hosszabb távon ültök, mint egy informatikus, egész nap a gép előtt. Kényelmes, én is ültem már benne, meg ilyen van, egy irodában már ültem ugyanilyen székbe. Kényelmes. Igen, azért is azért választottam, mert már ezt kipróbáltam többször, és nagyon tetszett, nem túl puha, nem túl kemény. Tehát, hogyha látjátok, van a karfáján... Van a karfán pálna, van külön hátpálna, fogja a derekat. Anyad! Anyaga jó. Textil és bőrkeverék. Hát szerintem ez műből. A műből, hát igen, műből, na, úgy értem. De... Most tudom igazi bőrt mennyiért. Jó, ki tudja. Na, tehát ugye egy nagyon jó minőségű anyagból készült az egész. A fent van szerintem, hogy hogy hány centi magasabb állatot, szerintem 61, 60, nem 59, 68 vagy... Az ebben nincsen benne. Nincs benne. De szerintem itt volt a dobozon rajta. Az a külső, nem külső a doboz. Mindegy. Mindegy. Tehát, hogy amúgy minden paramétert majd le fogunk írni a leírásba. És szerintem ennyi volt.